fogod az új hajvasalómat, anya? Karola, dugd be te! Mi volt ez? Mi történt veled? Jól vagyok. Csak akkor mehetsz férjhez, ha tudsz. Hurkát tölteni. Hurkát tölteni? Mondom, hogy hurkát tölteni. Soha nem fogok férjhez menni. Neved Google. Nem, miért? Mert benned mindent megtaláltam. Hiszel abban, hogy létezik szerelem első látásra? Hát... Vagy sétáljak el előtted még egyszer? Szépek a lábaid. Mikor nyitnak? Fizetnénk? Anya, vegyünk egy légkondit! Viki, nyisd ki az ablakot, aztán csinálj húzatot! Jó. Anya! Anda, miket vásároltál? Anya, amik föl voltak írva... Mutasd csak a számlát! Oké! Pillanat! Tessék, anya! Ezzel meg mi lett? Anya, hívok, lásson, Gergő! Jól vagy, kincsem? Krus, kres... Hétfő van, anya. Mi? Visszahívom. Viszlek a dokihoz. Anya, egy fiú azt mondta a suliban, hogy szép a szélvédő, gyönyörű a csomagtartóm, jó a kasznim, és kifogástalanok az ütközői. Mondd meg ennek a... Hogy is hívják? Tibi. Ennek a Tibi gyereknek, hogy még garanciális vagy, és ha felmeri emelni a motorháztetődet, hogy ellenőrizze az olajszintedet, akkor el fogom törni a nívópálcáját. Oké, csak kár, hogy nem értem, miről dumáltok. Greta, hoztam pizzát! Pizza? Bocs, anya! Fi, átmegyek egy órára a szomszédhoz, na puszi! Oké! Szépen messze! Jobbra mondom! Hello, kincsem, megjöttem. Oké, szia, anya! Anya, ott aludhatok a Krisztánál. Oké. Okay. De mit fogtok csinálni? Csak a szokásost beszélgetünk, meg filmezünk. Akkor mehetek? Oké. Okay. Köszi. Örkölt, jó lesz vacsira? Aha. Míg elintézem a telefon, gyorsan pucolj hagymát. Ah, jó. Igen, igen, 9:45. Jó van, nincs mit. Hogy lehet ez bírni? Köszi, kincsem. Te mit csinálsz? Hogy megpucolok, anya. Anya, van még magyaró krémünk. Abba még van, add ide. De hogy van, anya? Figyelj csak. Tessék. Köszi. Anya, nagyon fáj a hasam. Persze, mert állandóan telefonozol. Nem is. Anya! Mi van? Piros. Mi? Nyugi, kincsem, van minden. Köszi. Hello, Betty, képzeld el, nagy lány lett! Anya, ne már! Szia, anya, megjöttem! Szia! Mi ez a sok smink rajtad? De anya, azt csinálok, amit akarok. 18 éves felnőtt ember vagyok. Oké. Okay. Anyuci, nagyon fáj a fogam. Kész nekem időpontot a dokihoz? Panka, felnőtt ember vagy, kérj magadnak. Inkább mégse vagyok felnőtt. Na, add ide. Köszi. Anyukám azt mondta, hogy nem szeret. Kamilla, dehogy mondtam ilyet? De igenis, pontosan azt mondtad, anya. Dehogy is, én annyit mondtam, hogy ma nem rendelünk pizzát. Nálam ez a kettő pontosan ugyanazt jelenti. Mi? Megjöttem. Ügyes vagy. Hello, anya. Hívom Bálint. És? Mondd neki, hogy nem vagyok itthon. Nem, nincs itthon. Micsoda? Hogy merre van? Dolgozik a Mekibe. Dohányzik a melegbe. Nem, dolgozik a Mekibe. Mármint, hogy dolgozik a Mekibe. Ki? Hello. Azt mondta, hogy oda megy a Mekihez. Nyuci, van behűtve víz? Persze, Lara, ott van a helyén. Oké. Okay. Fú. Milyen fura íze van. Fura? Nem is olyan rossz. Te, a szapár pálinkája! Te kérdezd meg! Te kérdezd meg, te vagy a férfi. Elnézést! Elnézést! Igen? Gumi offset szeretnénk. Milyen méretben adhatok? XL. Jó lesz ide az M-es is. Slad! Slad! Elnézést! Gumi offset szeretnék venni. Te, Juli, van most kotonunk? Micsodánk? Kotonunk!
Halkabban. Mennyi kell? 2. Mennyi? 2. Tessék. Köszönöm. 1000 forint lesz. Itt lát. Szeretlek, Zsolti. Én is, cica. Jobban, mint az autódat. Na, azért mindennek van határa. Anyuci. Igen? Apa rám szólt a buszon, hogy adjam át a helyem egy néninek. Nagyon helyes. Ilyen udvariasnak kell lenni mindig. De anya! Én apa ölében ültem. Mi? Elnézést. Elnézést. Á, jó napot, miben segíthetek? Ki tudnád mondani, hogy merre találom a betűcöket? Mit? A betűcöket. Mondd már hangosabban. Betét. A betéte? Halkabban. Van éjszakai, van normál, van vastag, van tisztaság. Anya, megbonthatom ezt az ücsit. Persze, csak ne önts ki. Oké. Bocs, anya. Nem megmondtam. Lájkoltad a képét. Kinek? A Dorinának. És? Biztos van valami köztetek. Azért, mert lájkoltam a képét. Igen. És állandóan lájkolod a receptes könyveket, még sincs köztetek semmi. Add ide a mobilod. Oké, csak elköszönök a Lilitől. Tessék, anya. Szerencséd van, lányom. Luci, apának is neked mi van a lábatok között? Nekem egy ajtó, apádnak meg egy kulcs, amely nyitja az ajtót. Mi? Ezt úgy képzeld el, kislányom, hogy minden ajtóhoz tartozik egy kulcs. Akkor a szomszédnéni ajtaját miért tudja apa nyitni? Dori, kértek valamilyen üdítőt? Csókolom. Én nem vagyok szomjas. Úgy ezt a videót akartam mutatni. Oké. Hol tartottunk? És lakás. Cserélje nagyobbra. Ezt nézd. Nem bíró, fejezd már be. Ráslat. Várjál. Állj úgy, mint hogy aludnál. Oké. Csend legyen már, lányom. Alexa? Anya, mi lesz az ebéd? Rendeljünk pizzát? Aha. Tessék. Én, halló? Szeretnék rendelni. 1 darab sonkás kukoricás pizzát? 1 darab sonkás kukoricás pizzát. Kérsz hozzá valamilyen üdítőt? Nem ő, hanem te. Mi? Ugyan kell. Wow, miért van ilyen csend? Mit csinálsz? Csak viszket a kezem. Oké. Okay. Anya! Igen? Nem láttad a telefonom? Nem. Kocsi, kérlek, vidd le a szemetet! Töröljem ki a seggemet. Nem! Mondom, hogy vidd le a szemetet! Mossam meg a kezemet. Oh. Vidd le a szemetet! Ja, a szemetet! Átmentek a Fenikőhöz. Nem. Anya! Pszt! Mi? Most mit mondjak? Igen! Várj, akkor most az igen nemet jelent, a nem pedig igent, ugye? Anya, az igen igen, a nem pedig nem. Igen! Szi. 7-es-a. Adsz 10 000-et. Úgy nézek ki, mint akinek bankja van. Hát múltkor is kaptál kölcsön. Akkor miért hívnak Tesának? Hogy? T-E-S-A. 10 000-est sürgősen adj! Jézusom. Anya, megmondhatom ezt a finomságot. Oké, de nem olzs ez. Oké. Bocs, anya. Nem megmondtam. Anyuci? Igen? Édesanyám, te vagy az, aki mindig cseszeget. Aki teheti, csak folyton hívogat. Mégis, te vagy az, akit imádok. Boldog anyák napját kívánok. Köszönöm. Telefon! Halló? Éppen PS-ezik. Ki az? Dorka? Dorka? Jól van. Figyelj, holnap nyugodtan gyere át, itt hol leszünk. Mi? Anya, de... Barátnőd, nem? Anya! Bocs, tesó, azt mondja, hogy mégse leszünk itthon. Anya, átmehetek az Erikhez. Nem mész sehova. Most már elmehetek? Oké. Köszi. Szép jó napot kívánok, McDonald's. Rendelni szeretnék. Rendben, hallgatom a rendelését. Egy pillanat. Eszter! Igen?
Mit teszel a Mekiből? Honnan? Meki! Ha-ha. Big Mac-et! Oké. Akkor egy Big Mac és egy Caesar saláta lesz. Rendben. Felvettem a rendelésüket. Indulhatunk már? Mehetünk. Hogy nézel ki? De anya! Mindenki így hagyja. Akkor így vigyelek az iskolába? Nem á, tök ciki vagy. Na, induljunk. Átöltöztem. Nem tudod, hova raktam a... Mit csinálsz? Semmit. Mi volt ez a hang? Csak a Family Guy-t nézem. Ja, akkor azért volt ismerős ennyire ez a hang. Na, nem sokára, vacsi. Uff. Ja, rendelünk ebédre pizzát. Rendelj. Én? Hát ki más? Ha akarsz pizzát, majd szépen rendelsz magadnak. Oké. Csókolom, 2 darab sonkás kukoricás pizzát szeretnék. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Csókolom. Tűzza! Anya, mégse vagyok éhes. Nyuci, adsz 8000-et? Úgy nézek ki, mint aki szüli a pénzt. Hát tegnap is kaptál. Akkor miért hívnak anyának? Hogy? A, eny, a. Adj 8000-et azonnal. Anya, átmehetek a Lucához. A Lucához? Hányszor mondjam el, hogy nem mehet sehova? Hát miért nem érted meg? Bocs, tesó, azt mondja, hogy nem. Csá. Na, jó voltam? Eléggé. Kösz, anya. Anya, rendelhetek húsvétre egy polipot? Anya. Aha. Köszi. Anna. Anya, itt van a Peti. Oké, hívd be. Jó. Csókolom. Ferrarival érkeztem. K-nagyot fékeztem. Okos vagyok, szép, slaza. Locsoljak? Vagy húzzak haza? Oké. Fanny, add neki oda a festett tojásokat. Hi, anya, átmehetek a Nikihez. Na figyelj. Hello, Niki, figyelj, nem fog tudni menni, mert szobafogságban van. Mi? Ne. Igen, szobafogságban van, és az a nagy helyzet, hogy igazából egész évre. Ne! Én most tényleg el akarok menni. Hol van? Kellemes húsvéti ünnepeket nektek is. Anya, most tényleg elmentem volna. Mi van? Ja, hív anyám. Hello! Dobd el a cigit! Jó, ki anya, most le kell... Baby, semmi, puszi! Miért mondtad azt a telefonba, hogy... Hello, anya! Csak majd vidd le a szemetet! Mi anya, átmehetek a Roxyhoz? Mi? Mondjam azt, hogy átmehetsz. Dehogy! Mondd azt, hogy nem! Oké, nem. Hangosabban! Nem! Bocs, tesó!